Ez a Paksi autószerelő cég, amint lehetőség nyílt rá, egyből csatlakozott a megújult szakképzési rendszerhez, mint duális képzőpartner. És idén júliustól, szintén az új rendszernek köszönhetően, egy másik lehetőséggel is él a vállalkozás, tovább képzi a már meglévő dolgozóit. Nyilván kézenfekvő, hogy mi járműipari fenntartóként a járműiparon belül gondolkodtunk, és hát akkor, amikor láttuk ennek az összes feltételét és ennek az előnyeit, akkor úgy döntöttünk, hogy meghirdetjük a munkavállalóink körében ezt a lehetőséget, és hát teszünk mellé nyilván egy anyagi motivációt, hiszen mi is az államtól nagyon komoly szakképzési támogatást tudunk visszaigényelni azokra a munkavállalóinkra, akik ezt az átképzést vállalják. És így azt hiszem a kecske is jól lakik, meg a káposzta is megmarad. Elven nekifutottunk ennek a dolognak, és számomra is meglepő módon elég magas számban, nagy arányban választották a munkavállalóink az átképzésnek ezt a lehetőségét. Gyakorlatilag a legnagyobb előny az, hogy nem kell hosszas intézményi oktatáson részt venni, hanem itt a meglévő munkahelyén, a mindennapos munka keretében, nyilván abból kiszorítva, egy számítógép előtt leülve távoktatás jellegű oktatási rendszerben, ha részt vesznek, akkor el tudnak sajátítani egy-másfél év alatt egy másik szakmát. Most azt gondolom, hogy ezt a munkavállalóink is jól felfogták, hogy a több lábon állás azért a számukra is egy stabilitást jelent, a munkaerőpiacon egy jobb elhelyezkedési lehetőséget és egy nagyobb biztonságot, és mind a mellett mi ez mellé még tettünk egy anyagi ösztönzést is, mind havi szinten, mind az, hogyha egy ilyen sikerdíj tekintetében, hogyha sikerül egy-másfél év eltelte után az általuk választott szakmának a vizsgája, tehát megszerzik azt a szakmát, akkor mi még egy plusz célprémiumot is kitűztünk nekik. A cégvezető szerint az oktatásnak köszönhetően a munkavállalók sokkal képzettebbek, rátermettebbek, továbbá szélesebb látókörrel rendelkezhetnek majd. Ha mondjuk eddig szeretett volna mondjuk egy kicsit az autófényezésbe is elmerülni, ezt magán úton megtehette, de gyakorlatilag egy intézményi képzés, egy igazolás, vagy egy szakmai képesítés, egy hivatalos szakmai képesítést csak úgy tudott volna megtenni, hogy ezt a munkáját abba hagyja, és vagy levelezőn, vagy valami esti oktatáson ezt választja, és akkor elmegy így egy ilyen képzésre. Ez nagyon sok áldozatot igényelt volna szabad idejéből, családjától, és azt gondolom, hogy ez a lehetőség, ami most adódott, hogy így a munkahelyen belül, hogyha nyilván a munkahely rendelkezik ennek a képzési lehetőségnek az összes személyi tárgyi feltételével, akkor megszerezheti a normál munkavégzése mellett is azt a plusz szakmát esetleg, ami neki felkeltette az érdeklődését. A dolgozók digitálisan e-learning formában sajátíthatják el a gépjármű mechatronikus, a járműfényező és a karosszéria lakatos szakmát. Egy részben azt is feltételezi, hogy akár a hétvégéken tudják ezeket a tananyagokat, ez egy kvázi e-learning jellegű tananyagok, gyakorolni, olvasgatni. A program az tartalmaz egyébként randomszerűen vizsgakérdéseket, és ők saját magukat vizsgáztatja a program. És nyilván, hogyha ilyen 60% alatt teljesítenek, akkor az adott blokkot, adott modult nem engedi, nem teszi elvégzett, és nem engedi tovább a következő tananyagra. Tehát egy ilyen kvázi automatikus oktatási rendszert teremtettünk meg nekik. Kiosztottunk számukra ilyen asztali számít, vagy laptop gépeket, notebookokat, és ezen keresztül tudják ők a tananyagot elsajátítani. Vannak olyan időszakok, amikor a normál munka időben is lehetőség nyílik, hogy fél órára, 40 percre egy irodában, mondjuk egy légkondicionált irodában leüljenek, és akkor gyakorolják itt a tananyagot. Nem engedik, hogy kommunikáljunk, hogy gyártók szokták ezt, hogy levédik az egyik pint, és akkor átrakják egy másik helyre. Molnár György mesterként is oktatja az autószerelő szakmát, mégis úgy gondolja, hogy mindig van hová fejlődni. A meglévő három szakma mellé, mert már három szakmám van,
gondoltam, hogy jó lesz ez a negyedik is. Így pláne, hogy cégen belül el tudom végezni, cég keretein belül. És igazából most már be is zártuk az autószakmának az összes ágazatát így magam részéről, mert minden szakmán megvan ahhoz, hogy autóz bármilyen részéhez hozzányúlhassak. Úgyhogy szakmailag is megpróbálom ezt elsajátítani, egyébként ezt a járműfényező szakmát. Remélem, hogy hasonló sikerekkel tudom ezt is továbbvinni, mint az eddigi szakmáimat. Szabó Róbert a gépjármű mechatronikus képzést választotta. Azt mondja, mindig is érdekelte az autóvillamosság. Itt helyben van eleve kényelmes, meg ugye én még nem olyan régóta végeztem az iskolával, 2,5 éve, és úgy gondoltam, hogy még mondhatni tanulókorban vagyok, így még rászántam magam. Az embernek adódik egy ilyen lehetőség, élni kell vele, mert főleg, hogy most nekünk ingyen is van, most más ezért súlyos pénzeget fizet, nekünk most adódott a lehetőség erre a szakmára. Több mindent megfigyeltünk az autó, amikor beállt, ugye egyszer a hangja, hogy eléggé olyan, mint hogy kifújt volna a fogórendszer. Ugye azért itt látjuk, hogy a rezonátort gyakorlatilag elvárta a rendszertől. Itt látjuk a kormot is. Folyamatosan minden modul után a számítógép levizsgáztatja őket, és az oktatási referensünk, aki konkrétan foglalkozik személyesen is foglalkozik a munkavállalóink és a tanulóinknak a felügyeletével, ő havonta, két havonta dolgozatot is irat velük. Ez nem egy előírásos dolog, de mi is rájöttünk arra, hogy nem árt egy ilyen egy-két havonta beiktatott tudásfelmérés, mert azért mi is konkrétabb, szorosabb képet kapunk arról, hogy is megy az oktatás, és jó-e a tananyag, jó-e a program, odafigyelnek-e, tényleg átmegy az a tudás, amit szerettünk volna, hogy átmenjen. Tehát azért ezek jó dolgok.